olyan lehetőséggel Dombóvár előtt, melyre évtizedek óta vártak. Történt, hogy az alapítvány, mely Makovecz Imre hagyatékát kezeli, egy tervet talált, mely a művelődési ház előtti tér átépítéséről készült. Az alapítvány kormányzati támogatással életre hívja ezeket a terveket, így esélye van Dombóvárnak is arra, hogy saját forrás felhasználása nélkül alakítsa ki az egyébként is átépítésre szánt területet. Előkerült Makovecz Imre művész úrnak egy 1986-ban készített terve, ami a tér központi részét illeti, és létezik egy Makovecz alapítvány, ami Makovecz Imrének a hagyatékát gondozza. Ebbe beletartoznak a már megépült épületek is, illetve az el nem készültek. És évről évre ez az alapítvány, ez a kormánynak teszi javaslatot arra, hogy mely alkotásokat finanszírozza. És reméljük, hogy nyílt kapukat döngetünk, és az alapítvány támogatni fogja, hogy ez az előbb említett térrekonstrukció, ez meg épülhessen Dombóváron, viszonylag rövid időn belül. Hozzátartozik, hogy itt történtek bizonyos munkálatok az elmúlt évben, de például nem megoldotta a térnek a csapadék vízelvezetése, tehát már csak ezért is indokolt, hogy a további munkálatokra van szó, tehát magyarul bele kell nyúlnia a térnek a jellegébe továbbiakban. És így összecsengez a két dolog nagyon szépen. Ez az egész térnek a felújítását jelenti reményeink szerint, illetve itt volt most a Makovecz Alapítvány két mérnök képviselő, és elmondták, hogy magát a Makovecz tervet azt ki lehet és ki is kell egészíteni, úgyhogy a teljes tér rekonstrukcióját érintse ez a beruházás majd. Szó esett a Makovecz kútról is, melyet a városban őriznek, és méltó helyet keresnek számára. A jelenlegi elképzelés szerint ez is a tér részét képezi majd. Elhangzott most itt az egyik mérnök úrnak a szájából, hogy ez egészen különleges technikai megoldású kút, és mindenféleképpen még a Makovecz alkotások között is egy kuriózum. Én azt tartanám személy szerint szerencsésnek, de nyilván ez további egyeztetés, és hát elsősorban mérnöki feladat, hogyha a megvalósult térbe kerülhetne ezzel helyezésre, és hát itt úgy néz ki, hogy a térnek a megtervezői, a komplett térnek a megtervezése felé haladnak, tehát reméljük, hogy ez is felállításra kerül majd ott. Évente a Makovecz kormányrendelet alapján 1,5 milliárd forintot fordít az állam a hagyaték kezelésére. Ebből számíthat jó eséllyel Dombóvár forrásra az építkezés lebonyolításához. A képviselőtestület ülésén továbbá döntés született a város parkjainak gondozásáról is. Úgy döntött képviselőtestületünk, hogy október 1-ével határozott időre az NKFT-t bízzuk meg ezzel a feladatnak az ellátásával. Reméljük, hogy ezen egy olyan fordulat áll be a településen, hogy parkjaink gondozottabbak lesznek, folyamatosan tudjuk karbantartani a zöld felületeket, a szemétszállítást meg tudjuk oldani gyakorlatilasabban, és miután az idejében új ügyvezetőt választottunk az NKFT élére, azon számára ez a jövő év legnagyobb kihívása lesz. A parkgondozás költsége éves szinten meghaladja a 200 millió forintot. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, ez a forrás a város cége számára is rendelkezésre áll a feladat ellátására, és az elképzelések szerint további eszközfejlesztés is tervben van a hatékonyság növelése érdekében.